Jó, én is forrok felvétel. 3, 2, 1, tessék! Ez a következő logoportré lesz majd, és egy, most egy kicsit más irányt vettünk, mint amit szoktunk, és egy kormánybiztos úrnak az életét is azt szeretnénk megmutatni, hogy hogyan is lehet valaki kormánybiztos, mert azért ezt nem mindenki tudja, azért ez egy nagyon hosszú út volt az, hogy valaki elérjen ideig, és köszönöm szépen, hogy elfogadta ezt az interjút. Én köszönöm a lehetőséget. Tehát hogyan is lehet eljutni ideig, ugye állam és jogtudományi kar, tehát nagyon sok minden volt itt addig, ameddig ön ideig eljutott. Igen, tehát 45 évesen az ember már sok mindenről be tud számolni az életében. Azt hiszem, hogy nincs általános recept. Az életben mindannyiunknak megvan a maga személyes életútja, bármit csinálunk. Azt se lehet megmondani, hogy lehet valaki egy tévériporter, mindenki egyedi úton, a saját maga útján. Ez nagyon fontos általában az életben, hogy járjuk a magunk útját. Én a saját történetemről tudok beszámolni. Ennek talán a főbb csomópontjait össze tudom szedni. Biztos, hogy benne van az, hogy 16 évesen szabadságharcos forradalmi lendülettel csatlakoztam a Fideszhez a megalapulása után néhány hónappal, és intenzív szervezkedésbe kezdtünk, hogy legyen az akkori ifjúsági szervezetnek egy ifjúsági szervezete, és a döntően egyetemisták, fiatal értelmiségiek által létrehozott csoport. Én akkor gimnazista voltam, a gimnáziumokban is jelen legyen, és a budapesti gimnáziumokban szervezkedtünk. Ez azért 88-at írunk, tehát ott akkor volt olyan gimnazista, akit a kommunista iskolaigazgatóval szemben meg kellett menteni, és Ablak tévéműsorban szerveztünk adást, hogy ne rúgják ki Bodor Andris barátomat a Szent István, akkor még nem Szent Istvánnak, majd újra Szent Istvánnak hívott gimnáziumból. Tehát a legelején, amikor a képet nagyon egyszerű volt, voltak a jó fiúk az egyik oldalon, akik szabadságot és függetlenséget szeretnének Magyarországon, és a rossz fiúk a másikon. És ez egy nagyon lelkesítő és egyébként nagyon tanulságos periódus volt, sok-sok élménnyel, barátsággal, százezeres tüntetések Budapest utcáink teljesen világos jó ügyekért. Tehát ez egy 16 éves kamaszt ugye el tudta kapni a szabadság lendülete. Ebben a családi örökségem is, ami egy antikommunista örökségnek mondható, erre indított, bár a szüleim akkor még tudtak félteni. Nyilván a szüleink generációjának sok rossz tapasztalata volt, miatt ők több aggodalommal nézték, és nagyon nehezen hitték el, hogy a kommunista rendszer még az ő életükben összeomlik. Ez egy fontos csomópont volt. Fontos volt ebben az időben, hogy pályaválasztás előtt megismertem a Fideszt vezető nagy jogi koponyákat, akiknek az érvelése, a gondolkodása nagyon hatott rám, és azt hiszem, hogy leginkább ez indított el a jogi egyetem iránt. Lehet neveket? Hát persze, hogy lehet, az ismertebb nevek ma is tolják a biciklit, tehát itt a Orbán Viktor, Áder János, Dajcs Tamás, hogyha a jogászokat nézzük, Fodor Gábor, tehát ilyen Szájer Józsi, tehát ilyen kristálytiszta logikával, nagyon éles gondolkodással, alkotmányos műveltséggel, ahogy érveltek a szabadság ügyei, a demokrácia ügyei mellett, az rám nagy hatása volt, és tényleg a gondolkodásmód, mert a jog az végül is egy gondolkodásmód, egy gondolkodási forma a jog leginkább, és ez indított a jogi egyetem iránt, ahol végül is 2 év kihagyás után a gimnázium érettségi után nem voltam egy nagyon jó tanuló, és minden mással töltöttem az időmet, mint a tanulás. Fölvettek a jogi egyetemre, amit nagyon szerettem, nagyon élveztem, jól is sikerült. Már az egyetem alatt a családom olyan helyzetben volt, hogy édesanyám viszonylag korán meghalt, édesapám idős volt, és ezért gyakorlatilag az egyetemi évek alatt a öcsémmel, édesapámmal hárman éltünk, és én voltam a családfenntartó, az egyetem mellett dolgoznom is kellett, ami végül is nagyon jól sült el. Tehát nem volt, amikor úgy kicsit sajnáltam, hogy a többiek mondjuk mással töltik el az ifjú joghallgató éveiket, a jurátus hétköznapjai azért elég színesek tudnak lenni, de nekem meg munkát kellett keresnem, ami végül is azt gondolom, hogy a javamra vált. Tehát az, hogy nagyon fiatalon egyetlen nyelvet beszélek, ez az angol, azt viszont elég tisztességesen, tehát ilyen 21-22 évesen először egy ingatlan közvetítő külföldi irodában érdekes munkám volt, fiatalos környezet, az angol nyelv miatt elég érdemi munkát tudtam végezni, és aztán pedig elkerültem egy nemzetközi ügyvédi irodába,
ahol ugye ez a 90-es éveknek a kellős közepe, 95-ről beszélünk, akkor még nagyon az idősebb jogászok kevésbé beszéltek angolul, és ezért a fiatalok át tudtak ugrani néhány lépcsőfokot, mert egyszerűen azáltal, hogy az Észak-Amerika, ez egy kanadai ügyvédiroda volt, hogy az észak-amerikai döntően kanadai jogászokkal mi szinte anyanyelvi szinten tudtunk beszélni, ez többet ért nekünk, mint lehet, hogy a magyar ügyvédeknek nagyobb volt a tudása egy joghallgatóhoz képest, csak éppen nem értettek szót. Tehát ezért minket rögtön a mélyvízbe dobtak, és átugorva néhány lépcsőfokot nagyon érdemi ügyekkel lehetett foglalkozni rögtön, már joghallgatóként és ügyvédjelöltként, ami pedig óriási tapasztalatot jelentette, és én rengeteget tanultam, nagyon érdekes volt a profi észak-amerikai jogászoknak tényleg a professzionalizmusát, a munkastílusát, a munkakultúráját, a munkamódszereit megismerni, és ebben mai napig hasznomra válik ez a mindennapokban, és akkor egy olyan 5 évet eltöltöttem egyetemistaként, majd 3 évet, illetve összességében egy 5-6 évet egy nemzetközi ügyvédi irodában. Nagyon sokat tanultam a magyar, és nem csak magyar ügyvédektől, jogászoktól, ez egy gazdasági, üzleti életben, vállalati nemzetközi ügyekkel foglalkozott ez az ügyvédi iroda. Sok ingatlan ügy volt, tehát az ingatlan tranzakciókról, ingatlan fejlesztésekről ott azért jogászként egyfajta képet kaptam. És akkor Dajcs Tamás barátom, amikor miniszter lett az Ifjúsági és Sportminisztériumban, akkor fölkért egyszer, kétszer, háromszor, majd négyszer, és negyedszer végül igent mondtam. Én ügyvédként képzeltem el az életemet, érdekelt a jog, szívesen tanultam, szerettem csinálni, jól is ment, tehát azt gondoltam, hogy én persze érdekelt a politika, de hogy majd valamikor. De a Tamás olyan kitartóan hívott, és a feladat meg annyira érdekes volt, hogy végül is az ügyvédjelölt évek után elfogadtam, hogy legyek az ő kabinetfőnöke. Az egy ilyen Jolly Joker egy miniszter mellett, én mindenes, és néhány hónap után rájöttem, hogy ez mégsem én vagyok, és elkezdtem törni a fejemet azon, hogy hogyan állok a jó barátom, de főnököm, miniszterem elé. Egy kabinetfőnök tényleg nehéz megmondani mindent. Tehát amit a miniszter csinál, abban mindenben a keze alá dolgozik, segít abban, hogy a minisztériumon belül a munkák rendben menjenek, a kiadott feladatokat elvégezze mindenki, a különböző államtitkárok részlegek közötti egyeztetéseket lebonyolítja, próbálja tehermentesíteni a minisztert, biztosítja, hogy a miniszteri titkárság működése jól menjen, figyel a miniszter beszédeire, rengeteg egyeztetése elkíséri, akkor ott az emlékeztetőt elkészíti, kiadja az abból következő feladatokat, beszedi. Tehát egy érdekes munka. Én azt éreztem, hogy nem én vagyok. De 0-24-es intenzív feladat, főleg egy ilyen higany mozgású miniszter mellett, mint amilyen Dajcs Tamás volt a világ életében. Tehát miközben a légkör az nagyon jó volt ebben a fiatal minisztériumban, az ISM-ben 99-2000 fordulóján, én azt éreztem, hogy ez nem én vagyok. És tudtam, hogy vagyunk olyan jó viszonyban, hogy veszek egy nagy levegőt, és elé állok, hogy Tamás, bocs, ez nem jött be, én visszamennék az ügyvédi irodába. És már formáltam a szavakat, a mondatokat, ahogy ezt így évvége felé, hogy el fogom neki mondani, és akkor váratlanul leégett a Budapest sportcsarnok, ugye 1999. december, talán 14, de biztos, hogy ott december közepén egy karácsonyi vásár során, ez ugye a legnagyobb állami, meg nem állami, a legnagyobb fedett sportlétesítmény volt Magyarországon, ahol nagy világversenyeket, koncerteket, kiállításokat, az egyetlen ilyen hely volt még akkor 1999-ben, ezért sokan szerették, én megmondom őszintén, hogy akkor még nem tudtam, hogy lesz feladatom az üggyel, tehát egy kicsit olyan furcsán, meglepődve figyeltem azt, hogy Isten bocsássa meg, de szerintem egy rusnya épület iránt micsoda érzelmek kerültek napvilágra, és egy ilyen nosztalgia feeling uralkodott el, hogy úristen, leégett a BS, és aztán rájöttem, hogy persze, mert az emberek nem az épületet nézték, hanem azt, hogy ott milyen élményeik, milyen koncertek, hogyan szurkoltak egy magyar csapatnak, egy magyar birkózó bajnoknak és másoknak. Tehát az a sok-sok pozitív élmény megszépítette azt az egyébként egy leningrádi szovjet licenc alapján fölépített, semmilyen jellegét tekintve semmilyen
és funkcionálisan is több ponton hibás épületet, de az egyetlen ilyen volt, ahol ekkora koncerteket, ilyen világversenyeket, fesztiválokat le lehetett bonyolítani fedett térben, és az világos volt, hogy mivel az egyetlen ilyen volt, a lehető leggyorsabban helyre kell állítani vagy pótolni. Ez az ISM-hez tartozott ez a projekt. Ugye mondtam, hogy a kabinetfőnök az egy Jolly Joker, pláne ha jön egy olyan váratlan feladat, aminek nincs gazdája, mert ugye olyan, hogy a tűzben leégett épületek helyreállításának nincs osztálya, tehát erre senki nem számít egy ilyen katasztrófára. Ezért úgy gyorsan odasózta a miniszter a nyakamba, hogy akkor próbálja már koordinálni, kitalálni, hogy itt hogy lehet ezt az újjáépítési folyamatot elindítani. És jött egy karácsonyi szünet, amikor jobban végig gondoltam a dolgokat, és bennem oda jutott, hogy tulajdonképpen ezt én nagyon szívesen felügyelném, irányítanám, csinálnám, és inkább csinálnám ezt, mint hogy kabinetfőnökösködök, és a január első napján, munkanapján pedig a miniszter azzal hívott le az irodájába, hogy különböző változásokra van szükség a minisztériumban, és akkor mondtam, hogy ez nagyon jó, és akkor én jelzek még egyet, szerintem legyen más a kabinetfőnök, én pedig, ha van bizalom, akkor örömmel ezt a feladatot inkább elvállalnám, vagy visszamegyek az ügyvédi irodába, természetesen ő a főnök, de ha ez nem lehet, akkor én megköszönöm a bizalmat, és a jogászi pályára visszatérek, és ő pedig azt mondta, hogy ez egy remek ötlet, és csináljuk így. Találtunk egy kabinetfőnököt, aki szerintem sokkal jobb kabinetfőnök volt, mint én, mert ráillett a feladat, szívesen csinálta, és akkor én pedig valószínűleg azért, mert fogalmam sem volt arról, hogy mibe vágok bele, 28 éves voltam, tehát lehet, hogyha tudom, hogy mivel jár egy ekkora projekt, akkor nem merem elvállalni. Ezt nem tudtam, mondom, ügyvédi irodában szereztem tapasztalatot, hogy milyen folyamatok vannak, hogy rakódik össze, hogy kell összerakni egy nagyobb ingatlan fejlesztést, de műszakilag analfabétának tartom magamat azóta is, tehát építész vénám, technikai műszaki vénám az nem volt, de az a feladat, hogy a semmiből valamit létrehozni, a parázsló romokból szülessen valami új, hogy egy tragédiát, egy katasztrófát ne úgy éljünk meg, hogy jaj, Úristen, mi történt velünk, hanem fordítsuk a javunkra. Én hiszem azt, hogy minden krízisben, minden nehézségben van lehetőség, az mindig az újrakezdés lehetőségét hordozza magában, a személyes életünkben is így van, és egy közösség életében is. És én ezt úgy láttam, hogy ez a persze szörnyű dolog, anyagi veszteség, nagy baj, de ez egy lehetőség arra, hogy valami új 21. századi klassz dolgot hozzunk létre, ami gyarapítja Budapestet, és ami évtizedekre egy sokkal jobb minőségű közösségi teret hoz létre Budapesten, mint amilyen az a leégett régi épület volt, és ez egy hallatlanul izgalmas folyamat volt. Azt megértettem az elején, hogy nekem rengeteget kell tanulnom, tehát hónapokig az időm nagy részét az azt vette el, hogy építészekkel, mérnökökkel, gazdasági szakemberekkel, sportesemény szervezőkkel, koncertszervezőkkel, tehát szívtam magamba az információkat, és aztán előbb-utóbb lett egy képem, hogy itt egy milyen csapat, egy milyen folyamat vezet, mire van szükség, és akkor szép lassan elindultunk. Hál' Istennek az egyik legnagyobb magyar kortárs tervező, Skardeli Gyuri barátom, Skardeli György személyében egy remek tervezője lett az épületnek. Odáig is kacskaringós úton jutottunk el, az is megérne egy misét, és akkor lett egy tervező, lett egy remek tervünk. Egy nemzetközi pályázaton kiválasztottuk azt a partnert, aki a magyar állammal közösen ezt megtervezi, finanszírozza, megépíti és üzemelteti is, és hát aztán azt hiszem, hogy elég gyorsan, tehát ahhoz képest, hogy egy teljesen váratlanul tűzben pusztult el az épület 99 végén, 3 év alatt itt a romeltakarítás, bontás, tervezés, engedélyek, kivitelezés, mindennel végeztünk, ez a legnagyobb fedett tér ma Magyarországon, ugye 13 ezeren férnek bele, a legkülönbözőbb. Most már 15 éves lesz jövőre, 18-ban, itt ezek a 15 év alatt sok millió ember fordult meg benne, kiállításon, vásáron, koncerten, konferencián, női kézilabda Final Four-on, műkorcsolya Európa-bajnokságon, fedett pályás atlétikai VB-n, judo VB-n most legutolsó, tehát a legkülönbözőbb sporteseményeken, showműsorokon az emberek szeretik, megszerették, esztétikailag az építész szakma meg a civilek is azt mondják, hogy egy jól sikerült alkotás, és
maga ennek a létrehozatal egy nagyon izgalmas folyamat volt számomra, inkább 2000 eleje és 2003 márciusa között. Ott a vége az egy kicsit érdekes volt, mert 2002 tavaszán volt egy kormányváltás, és az új szocialista brigád az a megnyitóra sem hívott meg, és ha rajtuk múlik, akkor nem lehetünk jelen az épület megnyitáson, de ez egy másik történet, és ezre már nagyvonalúan csak mosolyogva emlékezünk. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog volt, rengeteget tanultunk, és még erre is azt mondom, hogy ott a vége az tényleg cifra lett, az egy olyan háborús időszak volt, amikor az új csapat szükségét érezte, hogy mindent, amit a Orbán Viktor első miniszterelnöksége alatt a Fidesz kormány fölépített, arról megpróbálja bebizonyítani, hogy rossz, gyalázatos, ellopták, csalás, hazugság, ámítás, és akkor volt ott szervezett bűnözés elleni igazgatóság, ránk szállt, meg ászvizsgálat, meg minden volt, de mert tudtuk, hogy az munkát azt jól végeztük el, ezért mindig azzal nyugtattam a kollégákat, akik ezt méltánytalannak, meg durvának, meg aljasnak érezték, amiben igazuk is volt, hogy nem kell izgulni, mert majd amikor az épület megnyitja a kapuit, onnantól kezdve nem lehet hazudni róla. Tehát tényleg, ha nem tapasztalom meg, akkor nem hiszem el, hogy milyen szemenszedett hazugságokat lehet terjeszteni egy épületről. Volt ott minden, hogy nem elkifelejtettük a jégpályát, hogy szűkebb az épület, és nem fér bele a 200 méteres futókör. Ezek azért voltak jók, például ez a két állítás, mert az első versenye az épületnek az a műkorcsolja és jégtánc Európa bajnokság volt, és rögtön kiderült, Sebestyén Julika megnyerte az EB-t, rögtön kiderült, hogy hát minden rendben van a jéggel. Majd az atlétika VB után, ami teltházal nagy sikerrel lement, nem lehetett azt mondani, hogy nem fér be a 200 négyzetméteres pálya, és tulajdonképpen azt is köszönhetem ennek a munkának, ennek az épületnek, hogy egy ilyen félig meddig politikai és egyszerre politikai és szakmai munkát végző ember, mint amilyen ez a feladat volt nekem. Ez a kormányváltás az mindig meg tudja kavarni a szálakat. Ez ugye egy frekventált épület volt, tehát úgy Magyarországon a tűzről is, meg az újjáépítésről nagyjából mindenki értesült, és akkor én a 2002-es a Fidesz kormány szempontjából elvesztett választás másnapján megyek be az irodámba, csörög a telefonom, egy ismeretlen szám, fölveszem, és akkor mondja egy azóta barátom, akkor még alig ismertem, egy amerikai fiú, aki itt él most már 21 néhány éve, egy nagy ingatlan fejlesztő céget vezet Magyarországon, ékes magyarsággal, egy kis amerikai akcentussal mondja nekem, hogy szia, ez meg az vagyok, szerintem neked állásra lesz szükséged. És mondtam, hogy én is úgy látom, Noah, de azért várjuk ki a végét. De egyébként ez biztos volt már, hogy hát ez elég valószínű volt, és hát aztán be is bizonyosodott, hogy ez... Hát végzi valaki jól a munkáját, akkor, hogyha jön egy új irányítás, akkor megválnak a hát jó dolgok. Megint csak, ahogy az első kérdés, tehát nem tudom, hogy általában lehet-e receptet mondani, ennyi, ez nem elfogultság, inkább objektivitást én bőven vállalok, hogy tegyük föl, hogy jól végeztem a munkámat, én azt gondolom, hogy jól végeztem, de erről nyilván nem nekem kell véleményt mondani, akkor az új szocialista vezetés ezt nem bírta tolerálni, hogy valaki, és ezt éreztem is azokban, ahol már elfelejtjük, de föl tudom idézni azoknak a heteknek, hónapoknak a hangulatát, ott elég sok embernek semmi más bűne nem volt, mint hogy hajlandó volt egy polgári kormányt a legjobb tudása szerint szolgálni, és azért ott voltak elég csúnya történetek. Tehát a Berkec Mária nevét mondom, akkor még az idősebbek emlékeznek arra, hogy egy 50 év körüli asszonyt, aki gazdasági vezetője volt a Millenáris Parknak, hajnalban veszelő a szocialisták irányítására a rendőrség, és már elnézést kérek a nézőktől, de testüregi motozást hajt végre rajta egy gazdasági vezetőn, aki ugye ezt kábítószeres bűncselekményeknél szokták megvizsgálni az embernek a különböző helyeit, hogy elrejtette valamit. Tehát azért nem voltak szép idők, de én nagyon hálás vagyok, hogy keresztül mentünk rajta, mert ugye van ez a mondás, ami tényleg igaz, hogy ami nem öl meg, az megerősít. Tehát az, hogy az ember tudta, hogy oké, a munkámat jól végeztem,
nyugodtan alszom, becsületesen végeztük el a feladatot, és a végeredmény jó, és ahogy megnyitja a kapuit, az majd bizonyítani fogja, és elhinni azt végig, és kitartani a méltánytalanságok közepette, hogy majd túl leszünk ezen, és már mosolyunk rajta, mert akkor már jó néhány éve csak tudunk rajta csak mosolyogni, és hogy megtapasztalni azt, hogy igazságtalanul, méltánytalanul is milyen üldöztetésben lehet része valakiknek, meg mennyire lehet a sajtóban igazságok mellett hazugságokat is terjeszteni, fröcsögni, és hogy ez a munka nem kötelező ilyet vállalni, de ez ezzel jár, és hogy az embernek nincs más feladata, mint hogy mindig végezze a munkáját rendesen, a belső iránytűje legyen helyben, a belső meggyőződése szerint becsülettel, a legjobb tudása szerint végezze a feladatát, és igen, ennek a szakmának, ennek a környezetnek része az, hogy áskálódás, gáncsoskodás, hazugságok, vádaskodás, ez mind nem érdekes, mert amit mi csinálunk, ami a mi feladatunk, hogy nagy középületeket, közösségi tereket hozunk létre, az ugyanaz benne a szép, mint ami a veszélye, tehát látszik. Ha elvégzem a munkám, az is látszik, de ha nem végzem el a munkám, az is látszik. Tehát a Duna Aréna, ami az egyik legutolsó épület, amit átadtunk, ugye, ahol a vízes világbajnokság is zajlott. Most ugye aznak tudtuk, hogy el kell készülni 17 tavaszára, és azt is tudtuk, hogy az a mindenki számára evidens az, hogy vagy elkészül, vagy nem, vagy jó fog működni, vagy nem, vagy szép lesz, vagy nem, vagy sikeres lesz benne a világbajnokság, vagy nem. Tehát számon kérhető nagyon a dolog, ami, ha jól végezzük, akkor előny, mert akkor egy pillanat alatt, ahogy ugyanezt történt a Duna Arénánál, tehát arra is kiabáltak kígyót, békát, volt ott minden, ez még nincs olyan régen, még sokan emlékeznek rá, hogy ostobák vagyunk, buták vagyunk, korruptak vagyunk, lopunk, csalunk, hazudunk, minden volt, és egy kalap, nem tudom micsoda, amit építünk, és aztán ahogy a VB lement benne fergeteges sikerrel, ahogy idejött a világ, és el volt ájulva, és tátott szájjal mondta, hogy önmagában extra dolog a Duna Aréna, de hogy ezt a magyarok a zéróról két év alatt, másfél év alatt hozták létre, na, ilyet még soha nem láttak, és tessék, azóta a nyilvánosság csatornáim is elfújták a vádaskodást, mert a vádaskodók és hazudozók pontosan tudják, hogy onnantól kezdve, hogy az épület kinyitotta a kapuit oda, teltházas versenyekkel, remekül lement a VB-n a TV közvetítésekkel, több milliárd ember látta, nem lehet már hazudni, mert mindenki tudja, hogy az igaztalan állítások azok pusztán, nem tudom, politikai motiváció, vagy rossz indulatból fakadnak, de ezeket mindig elfújja a szél, ha egy épület jó. Hát ez a fontos, hogy mindig jó végezzük a munkánkat, amiben menet közben egy-két hiba is belefér, mert soha nem lehet hibátlanul dolgozni, de akkor azokat tudni kell belátni és korrigálni, a végeredmény legyen jó, és akkor nem kell törődni menet közben a mindenféle csúnya dolgokkal, amit az emberre kiabálnak. Végezzük jól a munkánkat, tartsunk ki, legyen egy jó csapat, és akkor a vége úgyis jó lesz. Igen, és sokan fel is tették a kérdést, hogy szükség van egyáltalán vizes VB-re Magyarországon, de ugye ahhoz, hogy lehessen egy ilyen világesemény, ahhoz kell az, hogy legyenek olyan épületek, olyan komplexumok, ahol meg lehet rendezni ezeket a versenyeket. Te, én azt mondom a vízes világbajnokságról, hogy nagyon jól tette Magyarország, Budapest, hogy ebbe belevágott, és azt is nagyon fontos rögzíteni, hogy nem a vízes VB miatt rendeztünk vízes világbajnokságot. Tehát pusztán amiatt a két hét miatt tilos lett volna. Azért vágott bele Budapest és Magyarország, mert a vízes VB-nek önmagán messze túlmutató előnyei és hasznai vannak az ország számára, és rengeteg pozitívumot tudunk felsorolni, ami évtizedekig fog a város és az ország javára válni, és amik a vízes VB nélkül nem, vagy csak sokkal később történtek volna be. Először is ugye beszéljünk akkor először a Duna Arénáról. A Duna Aréna, meg az összes többi felújított komjádi hajós és egyéb buszodák, a legjobb értelemben el lehet róluk mondani, hogy mindenkié. Tehát oké, versenyeztek benne a vízes VB résztvevői két hétig, meg még két hétig a Masters résztvevői, de szeptembertől ezek az idő végezetéig ugye a családok és a gyerekeké, mert otthont adnak a kisiskolások, óvodások, úszásoktatásának, a korosztályos és a felnőtt sporté, a nagy közönségé, mert amikor a Duna Arénának a visszaépítése befejeződik, de már a hajós, már a komjádi látogatható mindenki által, a hobbiúszók, szabadidejükben úszók fölkereshetik, és hát a magyar közönségi szurkolóké is, mert végre nem kell külföldre mennünk, hogy hosszú Katinkát és társaikat nagy világversenyeken évente, két évente láthassuk, tehát hogy mindenki
nyert vele. Akkor elvégeztünk egy csomó városépítő beruházást, amire a vizes világbajnokságtól teljesen függetlenül már valójában évek óta szükség volt, már évek óta meg kellett tenni, és a vizes VB egy ilyen gyorsító pályaként, katalizátorként kiváltotta, kikényszerítette őket. Évtizedek óta beszélünk arról, hogy milyen jó lenne a Duna parton egy gyalogos sétány a teljes belvárosi Duna szakaszon. Most a parlamenttől ez északirányban a Duna Aréna irányában megépült, felújítottuk a Népfürdő utcát. Már szégyelni való volt, ahogy a Hajós meg a Komjádi kinéztek, csöpögő csapok, fertőzések, vállalhatatlan fűtés, elavult medencék, stb. Stb. Ezeket már évek óta föl kellett volna újítani, most végre felújítottuk őket. Körülbelül 100 éve kapott új versenyuszodát, nagy nemzetközi versenyek rendezésére alkalmas versenyuszodát Budapest, a Duna Aréna kihasznált lesz, úszásoktatás, edzések, nagy közönség és minden évben rangos hazai nemzetközi versenyek. Tehát minden, ami épült, az itt marad, évtizedekig jó Budapestnek és Magyarországnak, és a vizes VB nélkül vagy nem, vagy csak sokkal később történtek volna meg. A vizes VB térképre rakta Budapestet, itt több milliárdon követték a városnak a városban zajló versenyeket és a város izgalmas hangulatát. Ugye remekül vizsgáztak a helyszínek, tehát a Duna Aréna teli volt az úszóversenyeken mindvégig, nagyon szerették a külföldi hazai vendégeink. Jó döntés volt az, egy nagyon jó városmarketing, országimás építő, Budapest reklám volt, a high diving, az óriás toronyugró torony, oda helyeztük a szembe a parlamenttel, és akkor a közvetítés háttere a Duna, az országgyűlés épülete, a Lánchíd, nagyon szerették a külföldi tévétársaságok, fotósok is ezt. Remek döntés volt az ideiglenes helyszín, a szinkronúszásnak a helyszíne a Vajdahunyadvár tövében. Az volt nekem az egyik legkedvesebb meglepetés, vagy legkellemesebb, hogy hát azért mondjuk így, hogy a magyar szinkron sportágnak még van hova fejlődnie, tehát egyelőre még nem vagyunk világverők, döntőbe sem tudott bejutni, egyetlen nagyon küzdöttek, becsületesen felkészültek, de a döntőbe se jutottak be a versenyzőink. Magyarországon nem lehet azt mondani, hogy ez lenne a legnépszerűbb sportág, és mégis minden nap, mert egy szép sportág, egy izgalmas sportág, és egy remek helyszín volt, jó idő, nyári Budapest, reggel, délben, este mindig teli volt az a szinkron helyszín, amitől abszolút nem vártuk el, hogy állandóan teli lesz, és döntően a magyar sportszerető közönség ott volt, még akkor is, ha magyarok nem voltak érdekeltek mondjuk az érmes helyezésekben. Balatonfüred remekül vizsgázott, tehát biztos, hogy föltette a térképre a várost, Budapestet, leginkább Budapestet a világban a vizes világbajnokság. Sokan kedvelték meg, még jobban vagy ismerték meg Budapestet, ide jöttek egy csomóan, ők megszálltak, hosszabb időre jöttek, mint egy átlagos turista, több pénzt költöttek, a beruházások azok jót tettek az építőiparnak, a gazdasági növekedésnek, egy csomó adó és járulékbevétele volt a költségvetésnek, tehát sorolhatnánk napestig, és mindez került Magyarországnak 3 éven keresztül, ugye 2015-ben kaptuk meg a rendezés jogát az év elején, tehát 2015-16-17 éven keresztül, tehát ezen a 3 évben, évente a magyar költségvetésnek, állami költségvetésnek az 1/1000-ét, 1/1000 részét kellett erre úgy áldoznunk, hogy mivel hál' Istennek egy stabil gazdasági növekedés van évek óta Magyarországon, tehát folyamatosan többlet van, bevételi többlet van a magyar állami költségvetésben is, sehonnan egy árva fillért nem kellett elvenni, semmit nem kellett emiatt megkurtítani, a magyar gazdaság sikere, folyamatos növekedése fedezte ezeket a kiadásokat, és 1/1000 mikroszkóppal lehet keresni a magyar állami költségvetésen belül, hogy mennyibe is került ez, és nagy kár lett volna kihagyni. Ez lehet majd ugye nem csak a vizes VB, hanem ezek a judó VB mondjuk az előszobája egy olimpiának? Hát ezt ma még nem lehet tudni, ugye itt futottunk egy versenybe, beneveztünk egy versenybe, 2024-ben szerettünk volna olimpiát rendezni, minden esélyünk megvolt egy surranó pályás meglepetés győzelemre, főleg, hogy a végén 2 olimpiát osztottak el, ami akkor is így lett volna, ha mi is bent maradunk,
Tehát vagy a 24-es, vagy a 28-as olimpia nagyon könnyen Budapesten köthetett volna ki. Soha nem voltunk még ilyen közel, ez egy 120 éves magyar álom, már a 7. pályázatunk, nekirugaszkodásunk volt, de menet közben sikerült elgáncsolni magunkat, és az álomrombolók hát sikerrel jártak, ami ezt gondolom, hogy egy rövid távú siker. Én azt kívánom nekik, hogy amikor majd nagypapaként a térdükön lovagoltatják a kisunokájukat, akkor azért ne ez legyen az egyetlen komoly tett, ami be tudnak számolni, hogy hát kisunokám, mit tettem én életemben, sikerült meggyilkolnom a budapesti olimpiát. Tehát reméljük, hogy még ennél építőbb fiatal emberek, tehát építőbb dolgok is lesznek majd az életükben. De most ez távolabb került. Hát eleve 2032 előtt nincs kiadó olimpia, tehát legközelebb majd a 20-as évek elején valamikor elindul egy 2032-es pályázat. Ha Budapest azon a pályán marad, ami most van, egy folyamatos gyarapodás, dinamikus növekedés, építkezés, egyre jobb, egyre gazdagabb, egyre izgalmasabb, egyre több látogató által szeretett, fölkeresett város, ha folytatódik az, ahogy gyarapodik mondjuk Budapesten a sportlétesítmények száma, fölújítunk, építünk újakat, épülnek a szállodák, akkor azt biztos elmondhatjuk, hogy még inkább alkalmas lesz Budapest egy olimpiára 32-ben, mint 24-ben lett volna, vagy lesz is. Ugye az volt a logikája az olimpiai pályázatnak, hogy azért érdemes belevágni, mert egy olimpia is rengeteg előnnyel jár, és Budapest 2024-re az olimpiától teljesen függetlenül, ha eszünkbe sem jut, hogy rendezzünk olimpiát, akkor is alkalmas lesz az olimpiára, mert a közlekedési hálózatunk, a szállodáknak a száma, a színvonala és a sportlétesítmények mennyisége, összetétele egyszerűen egy 2 milliós folyamatosan növekedő városban oda fog minket eljuttatni, hogy olimpiától tök függetlenül alkalmasak leszünk az olimpiára is. Most ez az állítás, ez még inkább igaz lesz, ha Budapest ezen a pályán tud maradni 2032-re, tehát majd a 20-as évek elején meg lehet fontolni, hogy belevágjunk-e újra, körül lehet nézni, hogy tényleg hogy állunk, mink van, ez továbbra is milyen előnyökkel járna a város az ország számára, kik lehetnek a riválisok. Tehát Budapest járja a maga útját, szerintem ez az út ez előbb-utóbb elvezet oda, hogy olimpiai házigazdák lehetünk, aztán, hogy képesek vagyunk-e egyszer arra, hogy ne a veszekedés jellemezze ezt az ügyet, hanem mindenki a legjobb szándékkal álljon hozzá, és azt megnézni, hogy hogy lehet ebből a legjobbat kihozni, hogy lehet a kétségtelenül létező kockázatokat elkerülni, minimalizálni, hogy tudunk valóban közösen, mert az biztos, hogy ezért kellett visszavonnunk a pályázatot. Nem lett volna esélyünk. Tehát versenyeztünk a világ legnagyobb városai közül kettővel. Egy amerikai Los Angeles-szel és Franciaország fővárosával Párizsal. Ezek nagyobbak, az országok, a városok nagyobbak, gazdagabbak, hatalmasabbak, mint mi vagyunk, és a végére egységesebbek is voltak, mert ők tök egységesek voltak. Tehát Amerikában most zajlott az egyik legdurvább választási kampány, ugye Trump és Hillary Clinton között, volt ott minden, kígyót, békát kiabáltak egymással, egy dolog szent volt, az olimpia. Abban teljesen egységesek voltak. Ott voltak a franciák, ahol ugye egy új elnököt választottak, aki a semmiből épített föl egy új politikai mozgalmat, földrengésszerű átalakulása a francia politikai térképnek, ott is óriási veszekedések, háborúk, vádaskodás, minden. Egy dologban mindenki egyetértett, hogy teljes mellszélességgel támogatják a párizsi 2024-es pályázatot. Most amikor az ellenfelek nagyobbak, erősebbek, mi vagyunk, és mi veszekszünk, ők meg teljesen egységesek, akkor nincs esélyünk. Hát ezért annélkül, hogy egy kellő mértékű, és mindenki betartja a szavát 2 éven keresztül, egy elkötelezett, egységes, erős támogatása van, nem szabad belevágni, mert ebben csak egységben tudunk győzelemre jutni, bármikor, 2032-ben vagy később, csak akkor szabad, ha ezt komolyan gondoljuk, és egységben állunk a pályázat mögé. Egyetlen egy kérdést szeretnék még itt föltenni a beszélgetés végén, az, hogy most köszönöm szépen a kérdést, hál' Istennek, én nagyon szeretem ezt a feladatot, mert Budapest építése az egy izgalmas dolog, én tőzsgyökeres budapesti vagyok, tehát itt születtem, itt nőttem föl, itt jártam ki az összes iskolámat, itt élek
amióta megszülettem, és valószínűleg itt is fogok megöregedni. Tehát annál szebb dolog nincs, amikor az ember a saját városát építheti. Ez egy gyönyörű munka, és hát hál' Istennek van feladat bőven. Tehát most gőzerővel zajlik a Puskás stadion építése, aminek ugye megint csak egy nagy nemzetközi versenynek adna otthont elsőként 2020-ban. Az UEFA Európa Bajnokság 4 mérkőzését itt fogják játszani, és hogyha a magyar csapat 2016-hoz hasonlóan kijutna a 20-as Európa Bajnokságra, akkor most nem külföldre kéne menni a magyar szurkolóknak, hanem itt buzdíthatnánk a fiúkat az Európa Bajnokság selejtezői, tehát a csoportmérkőzéseken, óriási dolog lenne. Építünk 2 nagy egyetemi kampuszt, olyan egyetemi kampuszt, ami még sosem volt Magyarországon. 18 közepe felé el fog készülni teljes egészében a Ludovika kampusz, ami együtt jár az Orci kertnek a teljes felújításával, és ott Józsefváros és ez a belső pesti emberek, a lakóközösség kap egy teljesen megújult közparkot, amiben lesznek sportolási lehetőség, játszótér, csónakázótó, tehát azt gondolom, hogy remekül jól jár a lakosság, és fölépül a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek, ami ugye a rendőrtisztképzés, a köztisztviselők képzését és a honvédtisztképzést, katasztrófavédelmisek képzését végzi. Fölépül egy modern egyetemi kampusz a régi épületek felújításával, teljesen új oktatási és gyakorló speciális épületekkel. Egy olyan egyetemi kampusz jön létre, ami még sosem volt Magyarországon, egy helyen a kollégiumok, a képzési épületek. Ezzel párhuzamosan építjük a Magyar Design Egyetemnek a kampuszát, a MOME, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem, egykori Iparművészeti Egyetemnek a kampuszát Zugligetben, ott is egy régi épületek felújítása, vadonatúj 21. századi épületekkel, sok zöld területtel, zöld felülettel egy vadonatúj kampusz születik. Dolgozunk más sportlétesítményeken, egy atlétikai stadionon, egy evezős pályán, olyanok, amik szinte megint csak szégyen, hogy nincsenek ebben a 2 milliós Budapesten ilyen pályák, úgyhogy fontos feladat lesz a Dunának a minél inkább a bekapcsolása a város életébe, a Dunapartok rendezése, úgyhogy teli vagyunk feladattal és tervel. Én hiszem azt, hogy Budapest egy, még az is lehet, hogy a történetének a legsikeresebb korszakának vagy a kapujában áll, vagy már meg is kezdte, egy második milleniumra van esélyünk, arra van esélyünk, hogy a legjobb város legyen Európában, a legjobb európai főváros legyen Budapest, ami nagyon jó otthona legyen a budapestieknek, és egy nagyon méltó, büszke fővárosa a nemzetnek, és ezekből fakadóan pedig iszonyú népszerű lesz a külföldiek között. Európa közepén nagyon könnyen megközelíthető, remek időjárásunk van, ugye olyan március-áprilistól egészen október végéig itt szélsőséges kilengések nélkül jól érezheti magát minden ide látogató. A város az kellően nagy, de nem túl nagy. Egy gyönyörű város, egy jó hangulatú város, a szállodákkal egyre jobban telített, egy vendégszerető város, tehát minden esélyünk megvan arra, hogy a magyaroknak és a külföldieknek egy egyre sikeresebb városa legyen Budapest. Hát így legyen, és ehhez jó munkát. Köszönjük szépen!